Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Dysmantle folytatása. Lássuk, mire megyünk. Kicsit takarítunk itt a pihenőhely környékén. Aztán nézzük, merre is van a radarállomás. Elég éjszakra. Meglátjuk. Mert ugye el kéne oda jönni. Mondjuk ezt a rengeteg gumit jó lenne földarabolni. Ezt viszont szétszedjük, mert ebből jön egy acél. Az mindenképpen jöhet. Mennyi kéne nekem egyébként rövid távon? Hát egy olyan kb. 20 acél plusz amit még nem látunk. Hát haladjunk, kezdjük meg a mókát. Ezt a zombit kiszedjük, ott van egy nagy. Meg egy nagyon nagy. Kérdés, hogy ez kidőlve marad-e, vagy sem. Mert elvileg ezeket a fajtákat nem szoktuk visszakapni, miután kivadásszuk. De ki tudja. Mindegy, mondjuk azt a gumit, meg egyebet, itt azért van bőven mit kiguberálni. Plusz némi elektronika, nem is kevés. Az azért egy jó buli. Azért beugrottunk. Hoznákat nem kell, de célszerű elbontani, hogy kicsit könnyebb legyen közlekedni, ugye? Lőszer úgy is kell. Úgyhogy pihenjünk egyúttal akkor. És visszajött. Úgyhogy nem. Nem lesz vele egyszerűbb. Egy kicsit a berendezést elbontjuk, hogy könnyebb legyen majd közlekedni. Aztán előbb-utóbb kitaláljuk, hogy jó nekem itt közlekedni át keresztbe. Ugye valahol itt észak felé kell haladnunk. Azon nincs kérdés. Mert ott van az antenna, amelyik majd megoldja a problémáinkat. De hogy pontosan meddig és hova, az majd kiderül egyszer valamikor. Valahol van itt hátul egy kaja. Ha minden igaz. Pontosan majd kiderül egyszer, hogy mikor és hol. Jó. Ahhoz pedig kellene egy kulcs. Hát ezzel nem jutottam előrébb, maradjunk annyiban. Rengeteg kütyű, amit kiszedhetünk. Rengeteg gumi, ami tényleg hasznos, meg a műanyag sem fog ártani sose.
megállapítottuk, hogy itt nincs, ami kellett volna nekem. Úgyhogy ezzel nem vagyunk előrébb. Azt hiszem valahol éjszakabbra lesz annak a megoldása, már pontosan nem emlékszem, de valami ilyesmi volt. Mondjuk igazából nagyon nem is érdekes. Hogy állunk időben? Hát sötétedik. Majd egyszer pihenni is kell újra. Ha akarom, ha nem. Nem sokat haladtunk eddig. Azzal azért nem vádolhatjuk a... Oké, viszont itt van egy ilyen pózna. Vagy mi ez, obeliszk. Most már kettőt megnéztünk. Már csak még egy kell. Hogy legalább a questet le tudjuk, azt nem tudom, hogy utána haladunk-e tovább. Van-e ásó? Ez ilyen ásóhely, de vagy nem az, vagy csak nem jó helyen ástam. Mind a kettő megeshet. Igen, könnyen. Valójában. No, mit találunk itt? Alapvetően semmit. Egy hasznos gombán túl. Az mondjuk nem olyan rossz buli. És azért haladunk. Oké. És még egy megvan, helyes. Ez mindig hasznos, ha egy-egy megvan. Ahogy itt lesz majd, ahol hidat kell építeni mi. Hát, mit nem mondjak, azt kihagytam volna. De mindegy. Tudunk-e aludni? Nem, nem álmos, ha fene vigye el igényeit. Na mindegy, daraboljuk fel a deszkákat, az azért egy értékes forrás. És nagyon kényelmes forrás. Aztán lesz itt rengeteg minden. Jó. Zöldség, gomba. Cuccod be. Építsünk majd még egy darabot. Jó. Mi kell nekem? Építsük meg a hidat, amihez kell 6. Az mondjuk már egy emberi mennyiség. Azt hiszem 10 vagy 12 vagy mennyi volt korábban. Ó, és csak 5 deszka kell hozzá. Azt is mutatja, hogy miből mit. Ó, hát ez jelentősen kultúráltabb lett. Ez a folyamat. Jó, és akkor az a feladat, hogy építsünk még egyet. Mindjárt megpróbáljuk. Ehhez mindenünk megvan. Megépítettük. És akkor sürgősen el is bontjuk, mert semmi szükség rá. Kaptunk egy baltát, mint opciót.
Azt a macsétét úgy látom egy az egybe ugortuk. Mint hasznos alapanyag. Első deszka. Jó. Több XP az nem érdekel, több gyógyítás az igen. Az hasznosnak tűnik. Tömörítés másik termékre. Ezzel tudnánk majd többet szállítani, ha ez a kütyű épp nálunk van. Ehhez kell acél. Ehhez kell kaktusz. Ehhez kell bőr. Fa. Bőr. És ehhez gumi. Ehhez pedig fa. Rengeteg fa. 50. Az nagyon jól hangzik az az 50. Mennyi az én sebzésem ezzel a baseball ütővel? 54. Tehát azért az 50-es vágó az nagyon-nagyon jól hangzik. Persze rengeteg deszkát igényel majd, 10-valamennyit. És hát kellene bőven. Én nem azt mondom. De ugye 6 kell a híthoz. Úgyhogy akkor itt egy kicsit bontunk alapanyagot. Hogy szerezzünk fát. Ezt is el lehet. Ó, 2-t kapunk, akkor még csak meg is éri. Akkor nem is hagyjuk békén. Azt hiszem itt igazából össze tudunk szedni elég fát. Hogy legyen így mindenre, ami kell. Nem egy minőségi móka. De hát kell. Kell itt fát bontanunk. Minden mennyiségbe. Majd elbontjuk a létesítményt is. Hol állunk? 14-hez. Nem ez kell, hanem invent. 22-n vagyunk. Jó. És... acélból egyből fejleszthetjük is. Az már húzósabb, a feldolgozott fából 5. Az egy kicsit húzós tétel. De 56. Ami egyébként nagyobb, mint az alapsebzésünk, úgyhogy akkor majd az lesz a fő fegyver. Ismét. Ismét átálltunk a vágó fegyverre. És azt hiszem ezzel már el lehet majd vágni a... vagy ki lehet vágni a fákat. Úgyhogy az egy fontos alapanyag lesz, fontos opció. Úgy bizony. Komplett fát kinyessük. Mondjuk sok alapanyagot nem kapok belőle. Maradjunk annyiban. Annyira nem gazdaságos, mint vártam volna. Néhány levél meg. Egy deszka. Az nem egy jó buli. Ennél sokkal jobbat vártam. Nincs egyettel, nem lesz nekem jó. Oké, el lehet bontani nyilván az összes épületet. Vagy nem. Rengeteget nem lehet elbontani. No, van elég a 6-ra. És akkor majd nekiállunk a balta fejlesztéshez, de először a hír, haladjunk.
De először a hidat építsük meg. Legalábbis azt a közeli hidat. Mert az tényleg semmibe nem kerül. Ja nem, azt nem tudom felszedni, mert az csak grafika. Majdnem megtréfáltam magunkat. Jó. És akkor van még itt ez az épület gyakorlatilag. Hát amíg készül a deszka, addig jobb híján tudunk itt fát vágni. Átmentünk favágóba. Meg épületbontóba. Komplett épületet itt elbontottunk. Sőt a másikat is, úgyhogy igazából ez a második. Na, szedjük föl, dobjuk be. Aztán meglátjuk. Mindjárt megnézzük, hogy hogy áll a feldolgozás. És attól függően még egy kell. Még egyet várunk. Hát akkor egy kicsit fát vágunk, ha elérem. Akkor jobb híján egy kicsit fát vágunk. Addig. Meg egyéb terepet rendezünk. Aztán neki tudunk majd talán végre állni a feladatnak. Na mondjuk ezt a kerítést, kisebb kerítést most már egy pofonnal üti el. Az azért valahol segít. Valahol segít, hogy később gyorsabban haladhassunk. Jó, dobjuk be. Azt nem tudom, hogy ki kell szednem, mindjárt kiderül. Hogy nálam kell lenni a hat deszkának, vagy sem. Igen, nálam kell lenni. Yeah! Akkor ezzel nem sokra jutottam. Szedjük ki szépen. Öntsük be a hídba. És legalább egy megvan. 17 000 XP, nem is rossz. Hát kis szerencsével másik híd nem kell. Kis szerencsével. Ennyiből meg vagyunk, és akkor lehet majd a... Hogy hívják? Upgrade a hátizsáknak. Az egy nagyon hasznos buli lesz. Sikoltoz. Ez az utolsó lehetőséget, hogy sikoltoz. Mert többet nem életsz fel. Ha minden igaz. Ami azért nagyon jó hír. Még egy mezőt megoldottunk. Kicsit haladunk. És akkor... Nincs több kockánk vagy golyónk. Úgyhogy majd kell valahol guberálni ilyen golyóforrást. Viszont tényleg meg kéne ugorni az éjszakát, mert én nem látok semmit, nemhogy ti. Ami valahol jogos az éjszakára, csak hát na, nem egy célszerű játékélmény. Jó, tudunk-e aludni? Na most tudunk. Jehe! Mindenki örül, főleg én. Végre látunk nyomokban. Plusz halad a éjszakai móka.
nem jutunk sehova, igazából majd itt fogunk valahova. Itt további hidakon és egyebeken. De először... rendezzük a zombikat. Megszedjük ki a dolgokat. Jó. Plusz. Ott van egy nagyobb, kisebb igazából. Hogy hívják? Városka. Tényleg hátizsákot fejlesszük fel, ha már itt járunk újra meg újra. Ne felejtsük el. Lassan megvan. Igazából csak gumi kell a következőhöz, az nem is olyan nehéz feladat. Már most azt hiszem több mindenhez is az kéne újra és újra. Az egy népszerű termék a gumi. Mindenhez az kéne. Valamiért. Na, azért kicsit itt rendeztük az akadályokat. Az autók miatt úgyse tudunk rendesen közlekedni. És azt hiszem, annak az elbontása még odév van. Ezt a fát viszont muszáj kivágni, mert nem látok tőle. Ez sincs jó helyen, de ez legalább még elviselhető, mert csak az épületet gátolja. Sőt, akkor legyen itt ez is. Most már mindent meg tudunk oldani, mert minden útba lévő akadályt elbonthatunk. Viszonylag normálisan. Rengeteg fincsikaja. Ahelyett, hogy lassan-lassan termelni kéne, egyszerűen megkapjuk. Ami mindig előnyös. Sajnos minőségi alapanyagokat nem kapunk, de hát minden nincs. Gaz mindig útban van. No, hát vissza a tűzhöz, mert ott tudjuk meg lerakni a dolgokat. Az autók tényleg útban vannak, azt azért úgy ki kéne bontani egyszer. Jó. És akkor tényleg végre tudunk itt közlekedni. Jó. És dupla robbanás. És nem sok minden marad meg utána. Ez nem volt egy sikeres manőver. De annyira hatékonyak vagyunk most már. Még igazából ez is belefért. Úgy látom, az egy köpködő. De nem fog köpködni már sehol. Azt nem hagyjuk. Itt felteszem, majd tudunk halászni. Egyúttal nyitunk új ajtót. Ez mindig mókás. Amikor az egész épületet el lehet bontani. Azt az egyet sajnos nem tudom elbontani a baltával. Pedig egy balta alapvetően alkalmas lenne szerintem annak a szétvágására is. De hát nem ebbe a játékba. Itt úgy döntöttek, hogy vágószerszám az bizonyos dolgokat nem tud egyáltalán megnyitni. Ami persze érthető, csak fura. No de,
Ennek mennyi a 75, az sincs messze valójában. Olyan nagyon. 50 valamennyinél állunk, ugye? Nem? Nincsen hal? Nincsen hal. Van egy másik halász pozíció. Felteszem, akkor ott lesz a hal, amit ki lehet szedni. Úgy bizony. Hát akkor izgalmas halászat. Újabb 2 percig nem történik semmi, csak nézzük, hogy na, végre kihúzza a halat? Nagy nehezem? Hajlandó? És hogy találunk-e a leggyakoribb sima kék halat, eleget vagy sem. Wuhú! Egy gyakori hal, és annak örülünk, mert pirosból meg a többiből rengeteg van, csak ebből a mezei kékből nincs elég. Ahogy most is, a ritkából esik a legkevesebb. Na hát ez egy ilyen játék, ahol a gyakori halak a legritkábbak, és utána abból kéne a legtöbb. Na hát ez van. Lassan-lassan kipotyognak, és akkor annyival előrébb állunk. Ja, tényleg a gyakoriból kaptuk egyszerűen a legkevesebb halat, mert a mi másból kaptuk volna. Hogy máshogy lehetne? Azt hiszem legalább a közepes ritkaságú az a piros, nem a legkevésbé gyakori. De hogy abszolút a sima mezei halból van a legkevesebb, rendszeresen, az egy egészen szórakoztató elem. No, van még egy, vagy a következőnél rájön, hogy kifagyott. Még egy volt. Jipi! És meg vagyunk. Na, elértünk egy adagot, 25 halászat. Itt nézzünk be, szedjük ki ezt a cuccot, azt még el tudjuk vinni. És akkor utána sipírc, mert tele vagyunk. És nincs értelme küzdeni újabb dolgok kiszedéséért, ha úgyse tudom felszedni. Na, még egy kék hal kell majd. Még nem tudom honnan. Sok nincsen. Még itt be lehetne menni, azt hiszem valahol ott van egy hulladék, amit ki lehet bányászni. Meg egy pár ilyesmi. Meg talán egy doboz is van valahol arra felé. De mondjuk korlátosan érdekes. Hát azért a gombák nem ártanak. Huszonöt fa. Na, jó tudni, hogy azért is jár egyébként. Korlát. Na, és úgy látom, most már az őzeket is, a nagyobb bőzet is egy menetbe ütjük le. Az tényleg hasznos. Mert akkor sokkal könnyebb őket elfogyasztani. Na, ott a doboz. Úgyhogy akkor készítsünk a dobozhoz némi útvonalat. Nyilvánvalóan csiliói idő. Lehet, hogy van itt tél felől.
Hát ezt tudom egyedül útvonalnak látni. Úgyhogy akkor itt ebbe az irányba takarítsunk. Ez a fa lehet, hogy útban van, meg igazából az egész épület útban van. Reálisabb. Hát éjszakon. A ház fölött éjszak felé keresztül, akkor azért itt kicsit rendezzük. Hogy csökkentsük az esélyét annak, hogy random dolgokba elakadunk. Hát ezt kiszedem, és akkor. Akkor már tényleg megtettünk mindent. Nagyjából. Kiderül. Kiderül, hogy át tudunk-e ott sompolyogni eléggé. Vagy túl sok helyen akadunk majd el. Nyilván lehetne egy kicsit még rendezni az útvonalat. De most úgy nagyjából jónak tűnik. 2 másodperc még volt is. Ha-ha, akkor bőven jók voltunk. Remek hír. Akkor nem kellett itt bohóckodni. Ennél bonyolultabban. Remek. Egy ilyen veszélyes szörnyikét likvidáltunk. Mondjuk igazából csak egy csomó cuccot kaphatunk. Nem lepődnék meg viszont, ha itt lehetne ásni. Ez olyan ásós helynek tűnik nekem. Megmondom őszintén. De nem. De valójában nem. Na mindegy, azért föl lehet szedni egy csomó mindent. Jó. Ah, abból esik egy gumi is. Az mondjuk hasznos hír. Hasznos info. Hogy ilyenkor ebből esik egy gumi. Jó, azt hiszem itt megvagyunk. És akkor majd egyszer kezdődik a végtelen út. Itt az északi hegyekbe. Illetve hát lassan igazából nincs más feladat, nincs más útvonal, ahova elmehetek. Úgyhogy... Úgyhogy ennyi. Némi vadászatot megejtettünk. Mondjuk a kicsiből sajnos csak egy csont esett. Ami aztán abszolút nem izgat. Hogy őszinte legyek. Dobótőröket elpazaroltuk viszont, úgyhogy akkor azt pótoljuk. Jó. Hát innen fogjuk folytatni az északi útvonallal. Már ennyi.